Ismét itt vagyunk a Spektrum Home magazinban, ráadásul a kedvenc rovatomban, amiért nagyon sokat lobbiztam, hogy legyen ismét az olvasó sarok, mert hogy olvasni jó, még akkor is, ha az embernek elromlik a szeme, és már alig lát. Mert ugye erről beszélgetünk, ki lát és ki nem. De hogy a szerencsére olvasó szemüveget ugye be lehet szerezni, és minél több könyvet olvasni, úgyhogy szervusz Gábor. Sziasztok. Mit hoztál nekünk most? Hát ez egy mesés felvezetés volt, úgyhogy akkor jöjjön egy mese. Szerintem meséket még nem hoztam, és a hazai könyvkiadás egyik gyöngyszeme ez a könyv. Hát ez gyönyörű. Beatrix Potter összes meséje. Ez egy csodaszép. A Nyúl Péter sorozat. Így van. Nekem mutassam, mert tényleg, hát ez maga a könyv egy mű, így ahogy van egy műalkotás. Beatrix Potterem csak ez az egy van, úgyhogy ezt nem adom. Egyébként ugye ő még a viktoriánus Angliában cseperedett. Ez abszolút érződik is. Az egészen. Igen, tehát a nyúlábrázolás az kifejezetten viktoriánus, és hát nem fogjátok kitalálni a Nyúl Péter milyen állatról lett mintázva. Nem árulom egy el. Borzról? Egy borzról, igen. És hát addig-addig cseperedett, amíg, de ez a klasszikus viktoriánus, és hát ugye a nők szerepe. És hát nagyon, tehát azért ez ritkosság számba ment, hogy valakiből egy publikált szerző lett. Belőle igen. És Beatrix Potter, ugye nagyon könnyű Harry Potterrel összekeverni, remélem nem fog sikerülni. Távoli rokonok csak. Potter, ez olyan, mint a Kovács Kovács Potter Potter. A könyv minden sorát a Szabó T. Anna Dragomány György házaspár fordította, úgyhogy első osztályú fordításról van szó. És ugye az illusztrációk, tehát a képek ugye magától Harry, magától Beatrix Pottertől valók, amit egyébként nyilván minden Beatrix Potter rajongó gyermek tud, amit talán kevesebb gyerek tud, és talán a felnőttek sem nagyon, hogy minden meséhez van egy kis háttértörténet, egy ilyen kis keletkezés történet, én ezt nagyon bírtam ebben a kötetben. Tehát, itt benne van, és akkor hogy született maga? Hogy születtek, igen, tehát Beatrix Potter épp melyik kis völgybe ereszkedett le, amikor megihlette a... Na hát, jött az ihlet. Én ezt kérem karácsonyra. És ő tényleg kimaxolja ezt az angol vidéki, mert ő egy ilyen vidéket, természetet kedvelő teremtés volt, a természetvédelem egyik előfutára. És Tomi kalandjai. Igen. Az én kedvencem a Pecsás Jeremiás, és ez nyelvtörőként se rossz. Igen, hogy ezt ilyen bemelegítés. Próbált kimondani Pecsás Jeremiás gyorsan? Pecsás Jeremiás. Elbuktatok mindketten. Jeremiás. Solymos, vagy Somolygó Samu, szóval vannak nagyon jók az állatnevek, ez nyilván a fordító leleménye is. Hát én azt lenyúlod a teámat? Lenyúlom a teádat, mert nem tudtam kimondani, hogy Pecsás Jeremiás. Jó, ez a... és ezért érted az én teámat. Jó, oké, értem. Jó, érdekes. Kábornak adtam az enyémet. Úgyhogy ismerkedek itt a játékszabályokat. És hát én azt a következtetést mondtam le ebből az egészből, hogy ha nyúlnak születtem volna, én szívesen... Vettél volna Pecsás Jeremiás? Pecsás Jeremiás egyébként egy béka. Ha békának születek, de hogy nagyon szívesen lettem volna a Beatrix Potter nyula, vagy legalábbis egy nyúl ott a sok közül ott. A rosszaság a Nyúl Péter. Nyúl Péter egy rossz nyúl. Az én szívemhez közelebb áll, meg az én habitusomhoz a béka. Béka. És szerintem ezt most hagyjuk is. Jó, igen. Átmegyünk Zsolti a békára, és hagyjuk, ez meg már teljesen van, más. Van. Gyönyörű a könyv. Az a lényeg, igen, hogy kérjük karácsonyra. Szeretném visszakérni, ezt ide teszem. Már ihatsz, mert közös teánk lesz, jó? Jó. És akkor hoztam két kötetnyi Budapest sétát. Adok egyet. Köszönjük. Gondoljátok egyébként. Nagyon izgalmas. Hosszú lépés a köszönjük. Ugye ez a Hosszú lépés járunk csapat alapítóinak a sétakönyve. Vagyis ugye most már a második résznél tartanak, és ugye Budapest könyvből van 1000 féle, ami nagyon jó, minél több, annál jobb. Szecessziós Budapest, Art Deco Budapest, Bauhaus Budapest, bűnös város, nem bűnös város, Presszus Budapest. Hát amennyi, meg annyi arca a városnak van, azt van. Igen, én egyébként a Bauhaus Budapestet sípem a legjobban, meg a kávéházasat is. És hát ez ebben a műfajban szerintem egy kimagasló. Mit jelent az, hogy sétáló könyv, hogyha ezt valaki esetleg nem tudná? Ez nem azt jelenti, hogy maguk a könyvek kelnek életre, igen, az inkább a Beatrix Potter területe, hanem ez egyrészt egy guide is, tehát valódi séták vannak benne, tehát Budapest zsidó emlékei, a Horthy korszak, Bartók Béla útja és környéke, stb. Van benne egyébként, tehát nem csak Budapest belvárosa, hanem, vagy a belváros, hanem... Van konkrétan, igen. Így van Józsefváros, van Újpest, stb. És kimérhetsz egy ilyen sétát? Igen, ezek valódi séták, tehát bejárhatóak.
Amellett, hogy ez egy könyvként is forgatható, tehát sétahelyet. Tehát a lusta Budakas búvár, így van, és mert nagyon olvasmányos, minőségi, tehát irodalmi szövegek tulajdonképpen, tehát ezek nagyon szépen... Az fontos. Így van. Igen, és tényleg lehetőséget ad arra, hogy az ember, tényleg Budapest abszolút egy ilyen város, ahol, hogy csomószor van, hogy egy hely, ahol már százszor elmentem, és akkor veszem észre, amikor majd pont fölnézek, hogy jesszus, amit milyen gyönyörű ez a homlokzat. Ez általában akkor szokott lenni, amikor a turista, vagy hát a külföldi turista ismerősök jönnek, és akkor megkérdezik, hogy az a fej az mi. És akkor ugye ott állsz, és fogalmat sincs. És akarod a sajátodat, igen. És így van, úgyhogy igen, tehát lehet Budapest búvárkodni. Egyébként hoztam is, ez két régi Budapest, klasszikus Budapest könyv, ezek az én kedvenceim, tehát Szerb Antal a budapesti kalauz marslakok számára, klasszikus. Igen. Ezt azért nem ajánlanám guide-ként, tehát valószínűleg el lehet tévedni. Csak marslakóknak marslakóktól marslakóknak, de hát Szerb Antallal ugye nem lehet tévedni. És a másik, ez a magyar, a kortárs irodalom egyik, hát nem is a nagy, tehát ő egy nagy háttérembere, tehát aki úgy valahogy el van bújva a háttérben, Lengyel Péter Macskakő, és ez a regény egyik a kedvenc magyar regényeimnek. Tehát részben a 19. század végi Budapesten játszódik. Úgyhogy mindenkinek ajánlom a Hosszú lépés járőm köteteket is, és a antikvár Lengyel Péter példányok csak fogyjanak, és innen is üzeném Lengyel Péternek, hogy várjuk a következő. Jó, oké, várjuk a következőt. Így van, és akkor van még egy, ez próbára teszi a kiejtésemet. Karl, nagyon nehéz helyesen, mert ugye Karl Ove Knausgårdnak ejtjük, ahogy Jules Vernet és Verne Gyulának, de Karl Ove Knausgård. Knausgård. Ja. Ideig azért el kellett jutni a Knausgårdig. Ja. Mondom, skandináv és ez ugye ez az évszakok sorozat utolsó darabja, a nyár. Én az a gyanúm, hogy a szerző annyira nincs kiegyezve azzal, hogy csak négy évszak létezik, mert ugye a hosszú szériák mestere, igen. És csak négy kötet fér bele, tehát ezért egy külön évszak ő sem tudott szülni, mert ugye volt neki a Harcom sorozat, az 6 kötet 3600 oldal plusz-minusz, tömény skandináv irodalom, de egyébként... Nagyon szép, csak azért nyitom ki. Nem, a kiadvány is gyönyörű, és az ezt megelőző három kötet is csodaszép, és hát a szöveg se... semmi, így pestiesen szólva. Ugye az alapötlet az, hogy itt van egy apa, akinek egyébként már van elég sok gyermeke, de születik a következő, és ő a születendő kislányának így megmutatja a világot. Szóval ez egy ilyen személyes enciklopédia, persze egyre inkább magával az íróval a középpontban, hát ilyen önzőteremtések az író. Miért írnak, ha nem ezért? Igen. És például az első szócikk, vagy az első fejezet az a kerti ilyen vízszóró, vízszórófej. Na, hát akkor az igen, már ami az író életében, egy fontos momentum. Uh-huh. És szerintem ez a, tehát hogy a vízszórófejekről szóló irodalmi szövegek egyik legjobbikát tartod most a kezedben. Pedig egyébként viszonylag nagy mennyiségű ilyen irodalom van. Szórófejek, gesztenyefák, ez a következő. Gesztenyefák, rövidnadrág, cinizmus, habverő. Minden, ami a mesternek eszébe jutott a nyáról. Van ez a vicc, mindegy, Móriczkás vicc, úgyhogy ezt majd elmondom. De egyébként teljesen kötődik a mi adásunkhoz is, mert van benne Ribizli, van benne Denevér, tehát minden, ami itt is elhangzott az elmúlt pár percben. Még annyi, hogy igen, hogy még egy nagyon pici időnk maradt, hogy egy filmet is hoztál. Így van. Ugye most minden a Fekete Párduc folytatásáról szól, Wakanda Forever, aminek hát van egy szomorú aktualitása is. Egyébként maga ugye az első rész, az kimagasló siker volt, még ugye a Marvel univerzumon belül is, tehát ezzel a mércével mérve is, pedig hát ugye az tényleg voltak nagyon nagy sikerek, és hát ez az a dilemma, hogy tehát ugye a főszereplő Chadwick Boseman halála az elé a dilemma elé állította a készülőket, hogy legyen egyáltalán folytatás. Vagy ha legyen, akkor egy új színészre bízzák el. Ez mindig kockázatos. Igen, és szerintem a jó megoldás mellett döntöttek, tehát hogy nem bízták új színészre. Ezért aztán ez a film, ezt valójában a Fekete Párduc film, de nem szól másról, mint a Fekete Párduc hiányáról. Hogy milyen az a világ, ami gyászolja az ő legfőbb védelmezőjét, ugye a Fekete Párducot, aztán persze valaki, ami azért az előzetesekben sincs annyira elbújtatva, magára ölti a Fekete Párduc jelmezt. És jól oldották meg a feladatot, vagy nem?
Személyes vélemény. Személyes vélemény. Ez egy 160 perces film, amiben van egy nagyon jó... Ezt nem értem, miért szoktam? Ez egy hollywoodi betegség, hogy két óra... Tehát nem tudnak két órás filmeket csinálni. Ez most nem van. Az a film, vannak olyan filmek, amiben szívesen nézek három órát, de nem biztos. De az, ami nem arról szól, ami arról szól, és nem arról. Úgyhogy én az én személyes véleményem, hogy ebből a 160 perces filmben van egy elég jó 120 perces film. De mindenki ezt mondja mostanában szinte az összes hollywoodi filmre, hogy nagyon jó lenne, ha 40 ebbe percet össze lehet gerebézni a jó részeket, és ebben szerintem egy nagyon pöpert. Csinálunk egy saját vágatot majd belőle, és akkor visszajön. Így van, de ugye jön az Avatar 2, a 180 perc plusz lesz, úgyhogy amíg az meg nem érkezik, addig a Fekete Párduc 2 fogja uralni a mozikat. Jó, van, hát szuper jókat hoztál megint, gyere máskor is. Így lesz. Köszönjük.